Felszállt a fehér füst, ahogy a pápa választásnál szokták mondani, s a 20 alkalommal bajnok, 11 alkalommal kupagyőztes, 3 alkalommal szuperkupa győztes Újpest megkapta Öning után a nagy ajándékot egy Milos Krucsics nevű edző személyében, aki 45 éves szerb edző, és hát ő lett ugye az Újpestnek az edzője. Nem tudom, hogy volt-e már az Újpestnek ennyire tapasztalan, ennyire sikertelen edzője, de hát most itt az idő, hogy bizonyítson. Tehát ezt a dolgot úgy is lehet nézni, hogy bár eddig túl sok sikert nem ért el, majd most biztos majd bizonyítani fog. De hát természetesen, jó estét Gergely, természetesen azért mondjuk el őszintén a legfontosabb gondolatot, a magyar labdarúgás egyik égköve az Újpest nem érdemelte meg azt, hogy egy ennyire rutintalan, ismeretlen, gyenge edző vegye át ugye a stafétabotot Öningtől, annak ellenére is mondom ezt, ha az Újpest most meg fog tátosodni, és meccset meccs után fog nyerni, és végül beér a dobogóra, nem valószínű, hogy ez meg fog történni, de hát erre is adjuk meg azért az esélyt. Na, a lényeget szeretném mondani, ki ez a Milos Krucsics, és azt nem tudom nektek megmondani, hogy került oda, vannak tippjeim ezzel kapcsolatban, mert van egy ilyen nagy-nagy-nagy edzőkeringés, nem csak játékos keringés a világban, és ennek révén valami menedzser beajánlotta őt az Újpesthez, de nézzük a konkrét számokat, és aztán ti is el tudjátok dönteni, hogy ez a fantasztikus sikerember, ez milyen háttérrel érkezett az Öning után az Újpesthez, azután az Öning után, aki két Bundesliga csapatot is, felnőtt Bundesliga csapatot is vezetett újpesti edzőként, no, már edzőség előtt. No, nézzük. Hát, Milos Krucsics ugye 45 éves, tehát nem kezdte túl régen az edzőséget. 2017-18-as szezonban a szerb másodosztályban kezdte az edzőséget a Metalac nevű csapatnál, amellyel 22 mérkőzést játszott, 12 győzelem, 7 vereség, ezzel harmadikak lettek, tehát nem kerültek fel a szerb első osztályba. Ugye ezt azért fontos hangsúlyoznunk, hiszen nem az a sikerember, a Krucsics, aki a semmiből felépített csapatot és beviszi őt a bajnokságba, nem kerültek fel a következő idényben a szerb első osztályba. Ő viszont felkerült, mert a Zemun nevű csapat fantáziát látott benne, hát nem a legeredményesebb szezonja volt a Zemunnak, amelyik utolsó előtti lett 2018-19-ben ugye a Krucsics vezetésével. 14 meccse volt a Krucsicsnak, 4 győzelem, 8 vereség. Ugye, tehát a szerb első osztály úgy tűnik, hogy nagy falat volt a számára, tehát a szerb másodosztályban nem sikerült átugrani a lécet, nem sikerült felvinni a csapatot az első osztályba, a szerb első osztályból pedig gyakorlatilag kiejtette a Zemunt. Ezek után ugye hát bekerül a CSKA Szófiához került át. A CSKA Szófiánál először másodedzőként kezdett, aztán mivel a csapat nem volt túl sikeres, ezért a 2019-20-as szezonban odaadták neki a vezető tréneri pozíciót. Ebben a vezető tréneri pozícióban gyakorlatilag az eredményekre koncentráljunk. Ugye a két körös volt a bolgár bajnokság, az első körben mindenki játszott mindenki ellen, ugye 26 meccs volt, a második körben pedig 5 meccs volt, mert a legjobb 6-ot ugye kiemelték, és azok egymás ellen játszottak egyet. Ugye, tehát így volt 5. Az első kör közepén vette át nagyjából a CSKA-ot, és dicséretére legyen mondva, hogy az első kört a harmadik helyen végezte a CSKA Szófia. Azonban elindult a döntő hatos játék, amelynek során bizony vereség követett, és egyszer csak azt mondták, hogy köszönik szépen az ő teljesítményét. Ugye ennek van egy másik előzménye, ez pedig az, hogy a bolgár kupában többszörös hosszabbítások után ugyan, de eljutottak a döntőbe, és a döntőben is hosszabbításban kaptak ki az ellenféltől, ha jól emlékszem, a Plovdivtól, és akkor ugye hát elköszöntek tőle, mert se ugye kupa
kupa hely nem volt, se pedig kupa győzelem nem volt, se pedig ugye Európai Liga indulás lehetősége, mert a bolgároknál ugye a második helyezett indulhat az Európa Ligában. Miután elköszöntek tőle, jött a következő edző, aki viszont nem csak hogy bevitte a csapatot az Európa Ligába, hanem a következő idény volt a CSKA Szófia utóbbi történetének az egyik legsikeresebb idénye, hiszen a CSKA Szófia az bejutott az Európa Liga csoportkörébe, bejutott, és tehát nem csak az Európa Ligába jutott be, mert hogy végül második lett a bajnokságban, amit a Krucsicssal nem tudott elérni, tehát második lett a bajnokságban, bejutott az Európa Ligába, 4 győzelmet aratott, majd a 4 győzelem után bejutott a csoportkörbe, ahol nem nagyon volt sikere, ott a Róma, meg a Kolozsvár ilyen csapatokat kapott, tehát ott azért annyira nem volt esélye, de ez már nem is a Krucsics története. Nem tudtam rájönni, hiába kerestem az interneten, hogy 2020. augusztusa és 2021. decemberek között mit csinált. Ezt majd meg fogja mondani, nyilván, ha rákérdeznek, de hát nem tűnik úgy, hogy egy túl nagy sikeredző volt bármelyik csapatnál is, ahová került, mert semmilyen rendszerben nincsen nyilvántartva, és hát ugye most átvette az Újpestet, amelyiket, ahogy a videó elején elmondtam, hogy rengeteg bajnokság, rengeteg kupagyőzelem és 3 szuperkupa győzelem jellemez, ez a csapat, amelyben Zámbó Sándortól kezdve Fazekason keresztül Göröcs Jánoson át fantasztikusabbnál fantasztikusabb játékosai voltak, és elég jó edzői is voltak az Újpestnek, míg Mihály Löning is ebbe számított. Hát Miloš Krucsics személyében egy úgynevezett sötét lovat választott most az Újpest vezérkara, tehát az is lehet, hogy a fiatal és ambiciózus szerb edzővel majd ugye szárnyakat kap a csapat, de hát ami inkább valószínű, hogy ebben az edző keringőben ez az edző, ez nagyjából egy fél évet fog az újpesti kispadon kitölteni. Én nagyon remélem, hogy legalább a kieső hely fölött fogja tudni tartani az Újpestet, ahogyan egyébként az Öning megtartotta, hiszen 10. helyen veszi át a Miloš Krucsics ugye az edzői stafétabotot. Ennek a váltásnak szerintem semmi értelme nincsen. Azt is tudjuk, hogy a Bojan Trikulja 39 éves másodedző személyében hozza az asszisztensét, aki meg bosnyák. Ez Libanonban volt ugye másodedző, ilyen fizikai tréner tulajdonképpen. Valószínűleg a játékosok fizikai állapotának szinten tartása ugye, vagy erősítése, ez lesz ugye a Bojan Trikuljának a feladata. Hát ezt se értékelték túl jóra az eddigi csapatainál. Tehát ez a két ember fogja most ugye átvenni az Újpest vezetését. Milyen szempontból jó ez a döntés, mert azért erről is beszéljünk. Hát a csapatban mondom a szerbeket, ugye Pajovic, Paujevic, Mitrovic, Bielos és Antonov. Nagyon meg lennék lepve, hogyha ezeknek a játékosoknak nem lenne bérelt helye az Újpest csapatában, akik közül mondjuk talán az Antonov az, aki a legnagyobb ciki, mert az Antonov ebben az előző idényben, vagy ebben az idényben, ami még tart a következő fél évben, szerintem értitek, hogy mire gondolok, ez az Antonov, ez teljesen rossz teljesítmény nyújtott, elrugdosta a labdákat, nagyon-nagyon sokszor rosszul szerelt, állandóan ott volt a veszélye annak, hogy sárgát kap, vagy pirosat kap. Hát nekem az a gyanúm, hogy ez az Antonov most bel lesz a csapatban, és továbbra is fogja a csapat egyik oldalát bénítani azáltal, hogy labdarúgási emlékeztető cselekvéseket hajt végre. Nyilván Bielos, aki eddig nem volt kezdő, az valószínűleg kezdő lesz. Paujevic, Mitrovic, hogyha elkapja a fonalat, tehát itt van tulajdonképpen az egyetlen jó a dologban, hogy őket esetleg egy honfitárs edző jobban tudja majd motiválni, és hát az is valószínű, hogy a Banai helyére a Pajovic fog majd ugye visszakerülni kezdőkapusnak. Castrati, Kutrumpis és a többiek, hát majd meglátjuk, hogy mit fognak tudni teljesíteni a szerb edző vezetésével, a szerb edző taktikájával, de nekem nagyon rossz érzéseim vannak. És ne legyen igazam, azt kell, hogy mondjam nektek, és tényleg még egyszer elmondom, hogy kapjon szárnyakat az Újpest, de jelenleg erre kevesebb esélyt adok, mint a vezérhangjának az Epsomi derbin, vagy kevesebb esélyt adok arra, hogy mondjuk egy máltai bajnokcsapat a magyar bajnokságban eléri az első 3 helyet. Tehát nagyon-nagyon-nagyon csekély az a, nagyon kicsike az a
képernyő. Biztos ismeritek a Junos tévét, ugye az én gyerekkoromban az volt az egyik ugye menő, mert hogy hordozható tévé volt, persze úgy hordozható, hogy be kell dugni az áramba, persze, tehát így volt hordozható, de hát ahol volt áram, ugye a kis antennájával meg tudta fogni az adásokat, szóval ez a Krucsics, ez szerintem egy ilyen kis Junos tévé. A Junos egyébként is azt jelenti, hogy fiatalság oroszul, tehát egy fiatal srác, 45 éves, aki előtt biztos hatalmas karrier áll, még kétszer a bolgár másodosztály, még háromszor a szerb, a bosnyák, meg nem tudom milyen első osztály, kétszer kiesik, háromszor feljut, tehát körülbelül ezek vannak az ő perspektívájában, de hát meg kellett venni egy ilyen edzőt, különösen Önning után, ugye? Tehát nem arra törekedett az Újpest, hogy egy minőségi vezetőt hozzon a csapatnak, hanem arra törekedett, hogy ebben a balkáni edzőáramlásban kihalásszanak egy olyat, aki éppen szabad, ugyanis nem bírtam megtalálni, hogy 2020 júliusa és 2021 decemberek között mit csinált a Krucsics. Valószínűleg panaszkodott a különböző menedzsereknek, hogy íme ez a nagy tehetség, aki ugye hát nem kap állást magának, és akkor valaki alá nyúlt, és valaki segített neki, és oda tette az Újpest érére. Nem tudom, gyerekek, tehát nagyon-nagyon-nagyon rossz érzéseim vannak, de még egyszer mondom, ne legyen igazam, egyetlen szavam, egyetlen jóslatom se válik igazságá, és egy új és fantasztikusan erős és nagyon átütő Újpestet lássunk. Ő támadó focit ígért, ez már csak az a kérdésem, hogy hol vannak hozzá a támadók, mert hogy ugye Önning sem tudta motiválni ezeket a lusta játékosokat, hát akkor ő majd hogy fogja tudni, lehet, hogy kell hozni még két szerb csatárt, és akkor azokkal tudja motiválni a többieket is adott esetben. Hát ugye Konét el kellene látni önbizalommal, mert nem mer szegény semmit csinálni. Vianával meg kéne beszélni, hogy vagy elmegy vissza valami ilyen kelet-magyarországi csapatba, és ott ő lesz a szupersztár, vagy pedig lesz szíves egy kicsit jobban oda tenni magát. Ugye ki van még Tálló, hát ez el fog menni. Ugye nyilvánvalóan mondja, hogy a Beridze van még, hát a Beridzével is ugye el kéne beszélgetni, hogy egy kicsit jobban koncentráljon a labdák értékesítésének. Croazé meg szerintem az első pillanatban el fog menni, amikor az első kritikát meghallja ettől a nevesincs edzőtől, mert Croazé sokkal komolyabb csapatokban játszott, mint amilyenekben az edző játszott még játékosként, meg amilyen csapatokat edzett az életében. Tehát azt kell mondjam nektek, hogy nem nagyon értem, nem nagyon látom, hogy hol van itt a lehetőség. Itt az egyik hozzászólóm azt mondja, hogy Beridze elmegy. Ezt, ha biztosan tudod, akkor kérlek írd meg, hogy hova fog menni, de én valószínűsítem én is, hogy el fog menni. Tehát ez a csapat, ez így széjjel fog esni gyakorlatilag ennek az edzőnek a jóvoltából, de még egyszer mondom, mert lehet, hogy unjátok, ne legyen igazam, nem akarok itt vészmadárkodni, egyszerűen csak a fejem lehajtom és szomorkodom azon, hogy milyen rettetes döntést hozott az Újpest vezetősége. No hát ennyit szerettem volna mondani, ha tetszett, akkor nem tudom, tetszett, inkább azt mondom, hogy egyetértettél vele, akkor nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszik a dolog, vagy legalábbis azt mondod, hogy ez már szívedből szólt, akkor iratkozzál fel a csatornámra. Lehetsz a csatornámnak fizetős tagja, és lehetsz támogatója is, ezt is nagyon megköszönném. És hát természetesen továbbra sem lankadó erővel és kitartással mondom azt nektek, ennek a rossz edzőválasztásnak az ellenére is, hogy hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, és hajrá a magyar labdarúgás legnagyobb égkövei, Ferencváros, Újpest, Honvéd, Vasas, ezeknek a csapatoknak normális edzők kellenek, mert ezek a csapatok húzzák fölfelé a teljes további mezőnyt. Ha ezeknek a csapatoknak rossz edzői vannak, akkor megette a fene, hogy szóta mondani. Na, nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, a Jóisten áldjon meg mindenkit, és tényleg reménykedjünk abban, hogy az Újpestnek egy jobb tavasz fog elkövetkezni, bár nem tudom kivel. Köszönöm szépen!